Mi a nyíregyházi stúdióban nem tudtunk leszakosodni. Tehát itt nem volt olyan, hogy csak sporttal foglalkozok, csak gazdaságpolitikával, kultúrával. Itt egy kicsit mindenkinek mindenbe bele kellett tudni szólni, vagy bele kellett tudni kérdezni, mert annyian voltunk, amennyi ember kellett a műsor készítéshez. Hát amikor... A nyíregyházi rádiózás aranykorát idézi Zsoldos Barnabás, a Magyar Rádió helyi stúdiójának egykori tudósítója, majd vezetője. A megyeszékhelyen 1952. december 16-án kezdték meg az adás sugárzását. Kezdetben változó műsoridővel, hol a Petőfi, hol a Kossuth Rádió égisze alatt működtek. A rendszerváltást követően pedig évekig napi 12 órás műsort gyártottak a szerkesztő riporterek. A stúdió végül 55 év után, 2007. június 30-án sugározta utolsó adását. A kényszerű bezárással rádiósaink legendás műsorokat, történeteket és pótolhatatlan archívanyagot hagytak az utókorra, melynek gyűjteménye most már megyei értékeink közé tartozik. Nyíregyháza ennek a stúdiónak a műsorán nőtt fel, mert amikor reggel adtunk 6 órától, akkor arra ébredt. Amikor volt időszak, amikor este adtunk önálló műsort, akkor pedig levezetésként a napi munka után ugye szólt a nyíregyházi rádió, és itt a borbányai adó segítségével hát itt tökéletesen lehetett hallani. Sőt, ha a légköri viszonyok olyanok voltak, akkor még az Adriáról is kaptunk jelzést, hogy hallották a nyíregyházi stúdió műsorát. Szóval jó érzés. És most, ami még ezt fokozza, hogy a leszerelt stúdió berendezéseit elvitték. Viszont a hanganyagok, azok Márföld István vezetésével archiválva lettek, kutathatók, megtalálhatók. A sajtótájékoztató helyszíne a Kállai Ház, melynek épülete és az itt található családi hagyatékok is bekerültek a megyei értékek közé. A Kállai gyűjtemény anyaga 27 év után költözhetett méltó helyére. Ezt megelőzően a Nyírvízpalotában volt látható a gyűjtemény, melynek alapítója, rendszerezője Lakatos Sarolta történész muzeológus volt. Nyugdíjba vonulását követően helyét Úrich Attila történész, Nyíregyháza jelenlegi alpolgármestere vette át. Kállai Kristóf 1988-89-ben döntötte el, hogy ide hozza Nyíregyházára ezt az anyagot, amit ő gyűjtött az életében. Ha a családról beszélünk, ők pedig, mivel ő is magyar családról van szó, ők Árpád népével jöttek be a honfoglaló magyarsággal ide Szabolcs megyébe, azóta itt vannak. Az anyag, ami itt van, az egyrészt nemzetközi, másrészt magyar, és olyan anyag, amely ugyan a múltból eredezik, de nagyon jól érthető minden kor számára, minden korban élő fiatal számára, mert akár személyes sorsokon keresztül, akár a tárgyokon keresztül tud mesélni. A tárgyaknak van történetük, a tárgyaknak van szellemiségük, amelyeket át lehet ültetni a kornak a szavára, hogy akik megnézik, látják és mondjuk élvezik a kiállítási anyagot, azoknak az identitása akár a magyarsághoz, akár Nyíregyházához az jobban kötődjön. És nagyon szépen köszönöm az értéktárv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárv bizottságnak, hogy egy lépcsővel feljebb lítette a Kállai gyűjteményt, és bevette a megyei értéktárnak az értékei közé, mert ez nem csak Nyíregyházáról szól, hanem ez lényegében Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről is. A Kállai gyűjteményt jelenleg Dohanics László vezeti, aki elmondta, az idén 30 éves gyűjtemény 2022-ben az Év Múzeuma cím külön díjasa lett, a kis múzeumok között pedig országosan is az élmezőnyben tartják számon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár idén 10 éve alakult, az elmúlt egy évtizedben közel 160 értéket minősítettek megyei értékké. Most már 157 érték szerepel a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárban, amely lehet, hogy elsőre egy nagy számnak tűnik, de amennyi érték itt a megyében megtalálható, és amennyi körülvesz bennünket, ez még mindig egy nagyon alacsony szám, hiszen nap mint nap találkozunk olyan értékekkel, amelyek még nincsenek benne ebbe az értékgyűjteményben, és várjuk azokat a javaslatokat, hogy majd továbbra is tudjon bővülni, és illetve hát a mai világunkban minden nap keletkezik olyan érték, amely szintén majd a jövőben majd helyet követel magának, úgyhogy
a 157-es szám az egy átmeneti szám. A tájékoztatón elhangzott, az értékmentéssel foglalkozó szakemberek egyik folyamatban lévő kezdeményezése, hogy a nyíregyházi bokortanyákat, mint megyei értéket, felvegyék a nemzeti értékek közé, így később hungarikummá is minősíthetik azt.